1961. augusztusában hatalmas gázrobbanás rázta meg az alföldi Nagyhegyes határát, amelynek nyomán létrejött egy vadregényes krátertó. Ettől kezdve a falu életét kisebb-nagyobb csodák kísérték, sok évvel az eset után a helybéliek összefogtak, és elkészítettek egy egész estés filmet a falujukról, Macska a betonban címmel. Ha mindez önmagában nem lenne elég rejtői, akkor merüljünk el az izgalmas részletekben. Már is szólítom a mű atyát, fő mahinátorát és rendezőjét, Dalnoki Ferencet, főszereplőjét, Erdei Péter, valamint a szerteágazó sokoldalú tettestársukat, Somogyi Ferencet. Isten hozott, szervusz! Isten hozott! Ferikém oda, rodjál le! Jó? Foglaljatok helyet! Hát mindenek előtt sietek leszögezni, hogy a filmet én szenzációsnak találtam. Tehát iszonyú, ezzel már hozzá vagytok szokva. Dalnoki úr ugye az egésznek a motorja, egy, hát finoman szólva, különleges életű ember, akinek az eredeti neve Deák Ferenc, de Deák Ferenc néven nem akart működni, és ezért választotta a Dalnoki nevet. Péter ugye a főszereplő, Erdei Péter, aki a filmben vízóra leolvasót alakít, és őt különösen idegesíti, hogy a macskák belelépnek a friss betonba, és ez az ő komfortzónáját meglehetősen zavarja. Ferikém, Somogyi Ferenc, ha te körvonalaznád, hogy milyen szerepet töltöttél be a produkcióban, nyilván szerepeltél is. Hát a legnehezebb, amit kérdeztél, mert tulajdonképpen a csapózástól kezdve naplóíráson át polgármesterig bezárólag sok mindent producerként, rendezőasszisztensként. Tehát honnan volt ilyen filmes háttered, vagy semmi? Ösztönösen ebbe beletanultál. Ferikém, honnan jött a filmnek az ötlete? Hát vissza kell menni egészen 1990-es évekig. Mi lejártunk azóta már megszűnt Imperiál nevezetű szórakozó helyre dárcozni. És mindenki nagyon jó tudott dárcozni, én nem. Viszont szerettem, mint hogy Csajkoszkitból szeret az ember a hattyúk tavát, de azért nem szívesen táncolná el. Viszont mindig a vesztes fizette a sört. És rájöttem, hogy úgy lehetne jól kijönni a dologból, hogyha csinálnék egy saját dartsklubot, mert akkor nagy keráron tudnám venni a sört. És így is volt, egy üzlettársammal csináltunk egy dartsklubot, és ez a dartsklub volt a Debrecen humorjának a Szilícium völgye, mert éjfél körül rengeteg jó történet hangzott ott el, és akkor egyszer csak megállapítottuk, hogy Amerikának a múzeumban van egy hamburger, meg egy Lincsfarmer, régen orosz filmeket néztünk, ahol Csapájev egykarddal tisztankot győz le, és volt egy rendszerváltás, és nekünk annyi jó történetünk van, hogy miért nem írjuk ezt le. És akkor így gyufát húztunk szó szerint, és addig én egy képeslapot sem írtam, én írtam egy könyvet, a Homokerti kapricsót, és ez eljutott Tímár Péterhez, a filmrendezőhöz, és egyszer éppen, amikor bableves főztünk, feleségem a konyhába csengett a telefon, hogy Tímár Péter vagyok, és nem mennénk fel hozzá a filmgyárba, és mondtam, hogy dehogy nem. És akkor felmentünk, és mondta, hogy nagyon tetszik neki ez a könyv, és ebből született egy forgatókönyv, amiből végül is pályáztunk, de nem lett belőle mozifilm, és valahogy mindig bennem maradt ez a dolog, hogy meg kéne egyszer próbálni a filmkészítést is, mert ehhez sem értünk, mint ahogy a könyvíráshoz sem, de az is kiderült, hogy... De a könyved is egész szép sikert aratott, igen, ugye, igen, amit te magad adtál ki. Igen, az Északi Sarkról is rendeltek. Először azt hittem, hogy barátaim ugratnak, mert Google-on rákerestem, és rénszarvas tenyészet volt, meg minden is, de tényleg egy disszidens, egy 56-os disszidens a interneten talált rá a könyv is rendelt, de Svédországba rendeltek, például gyökerek megerősítésére egy barátom ment ki Svédországba, és egy olajfúró toronynál dolgozott, és ott nevetgélt, és kérdezte a svéd, hogy mi a viccesebb a filmben. Hát az, hogy... Ebben a könyvben? Igen, abban a könyvben, hogy
amikor az apukák mennek a 70-es évekbe a gyerekekért az óvodába, akkor esik egy hó, és mindenki alatt a gyújtást állít a hóban, mire kihozzák a gyerekeket. És mondja a svéd, hogy hát ez neki annyira nem vicces, hogy 71-ben vett egy Volvót, 40 éve jár vele, de nem állított gyújtás rajta, tehát úgyhogy neki ez... Tehát ez más, az, világ, más világ. Inneni humor, azt kell, hogy mondjam. Örüljünk annak, hogy a mi világunk olyan, hogy többet lehet nevetni. Így van, így van. Tehát az ilyen óraműszerűen működő országokban, hát ott nem igen lehet nevetni. Na és akkor, hát maga ugye a cím, ez a Capriccio, homokkerti. A homokkert Debrecennek egy peremkerülete, pontosabban nem is annyira peremkerülete, mert ahogy mi megmértem, a nagy templomtól mi 1116 méterre volt a locsoló slagunk vége, tehát annyira nincs messze a epicentrumtól, és hát ott történtek ezek a dolgok. Hát ez, ahogy mondták itt a kritikánk a filmről, hogy egyfajta... A könyvről, igen. Hogy indul a bakterázis a sörgyári kapricsónak egy kellemes egy kombinációja. Hát ezt azt hiszem maga Témár Péter mondta, de hogy azt mondott, hogy a nagy templomtól 1600 méterre van a slag. Milyen slag? Na most úgy történt, hogy apám a vagongyárba dolgozott, és a kárpótlásképpen, amit kaptunk a második világháború után, egy Truman gőzmozdony tartályt állítottak fel 80 a kollégákkal, hogy zuhanyzó tartányként, vagy amikor apám, amikor kapál, bemegy, és akkor aláll a tartálynak. Igen, ám csak az olyan rozsdás volt, hogy amikor magára engedte a vizet, mint egy jamaikai trombitás ment be a konyhába, és anyám nagyon akarta verni, hogy ez nem működik. És mi ezt a tartályt mértük meg az egyik barátommal, hogy mennyire van a nagy templomtól. Ez egy ilyen... Igen, igen. És Nagyhegyes, ami aztán a filmben Nagybegyes lesz, az milyen messze van Debrecentől? 19,6. Köszönöm szépen az exakt választ. Egyébként visszatérve a Trumannak a tartályára, te maga dízelmotor szerelő vagy, igen, ugye? Igen, ez egy érdekes történet volt, mert amikor a filmet bemutattuk itt a Budapesten, és játszották a művészmozik, és aki vezette a beszélgetést, utána feltette, hogy miért nem pályázunk egy ilyen film után nagyobb összeg, és mondom, figyelj ide, én dízelmozdony szerelő vagyok, Zoli barátom, a gátőröknek a csoportvezetője. Van egy kollégám, aki félig matematikus, és egyébként segédmunkásként dolgozik építkezésen, meg egy pedagógusunk. Milyen esélyünk van? Igen, igen, igen. Na, ha már ezt érintetted, hogyan alakult a... Ugye valamennyi pénzt összeszedtetek, azt hiszem végül is olyan 2,5 millió forintot, és egy dolgot ösztönösen tudtatok, hogy a képnek és a hangnak jónak kell lenni. Ugye, tehát arra áldoztatok, mondhatjuk, hogy a budgetnek a legnagyobb része erre, mert az operatőr itt van? Igen, igen, Jakab Attila. Hol van? Jakab Attila, igen. Lát, az előbb láttam őt, csak most eltűnt. És ő profi operatőr? Ő profi operatőr. Olyan technikával 4K-ba forgattunk is drónnal, hogy kétszer is volt, ami a legnehezebb volt Covid után felállni, és amikor Covid közben voltak szünetek, én mindig megnéztem azokat a Debrecen környéki filmeket, amiket csináltak, és pont azért, hogy a hibákat leszűrjük. És mindegyiknél a hang és az operatőri munka, a fények voltak a leggyengébb pontjai, azért választottunk egy profit. Ebben nem volt kompromisszum egyébként. Ezzel én teljesen egyetértek. Az önkormányzattól kaptatok 400 000 forintot, ami nagy dolog, és egyébként ebben az egész vállalkozásban nem csak az a jó, hogy egy vicces film keletkezett, amin rihegünk, röhögünk, hanem hogy ez az a falunak a szívügyévé vált. Ugye? Tehát maga az önkormányzat is adott egy szolid indulótőkét, a többi pénzt azt hogy szedtétek össze, producer úr? Tulajdonképpen kalap volt. Tehát ismerősöknek szólt, vállalkozásokat keresett meg. Tehát szó szerint tartotta a kalapját. És amikor azt mondtátok, hogy mi akarunk csinálni egy kvázi játékfilmet, akkor sokan nem mosolyogtak? Vagy persze. Durvábban fogalmazva nem rögtek ki titeket? Majdnem, de ettől függetlenül gyűlt a pénz. Péterkém, te hogyan vállaltad el a főszerepet? Egyáltalában hogy esett rá a választás, de most hallgassuk Pétert, hogy te hogy lettél főszereplő? Én nem ismertem előtte a stábot. Játszottunk Nagyhegyesen, Jámbor József és társulatába
Igen, játszom. Az mi volt egy egy lengyel kortárs darab, Mihály Bölcsák darabja, a lányka és a pápa. Aha. És ezt előadtátok a helyi kultúrházba? Előadtuk a helyi kultúrházba. Hasonló fazonokkal, mint amik itt ülnek? És ezt nézte a Zoli meg a Feri is. És az előadás végén úgy odajöttek, gratuláltak. De egy faluba vagytok. Hát, egy hát én debreceni vagyok. Ja, te debreceni, debreceni vagy. Pardon. Igen. És odajöttek, gratuláltak. Én vagyok a pápa, aki egyébként egy hajléktalan, és akkor ez bejön, ott elmond egy monológot. És akkor gratuláltak, ez eddig rendben is van, és akkor mondták, hogy pár szót válthatnánk el. Mondom, tessék. Hát, hogy ők csinálnak egy filmet, úgy döntöttek, és úgy döntöttek, hogy én lennék a főszereplő. Elvállalom-e? Hát mondom, egy pillanat, mondom, pár napot hadd gondolkodjak. Hát egyből felhívtam utána, jó, hogy most akkor mi legyen? Hát kik ezek? Hogy vannak? Nem ismertem őket. Igen, ne állald el, hát most akkor mi van? És akkor elvállaltam. Milyen Józsit hívtak? Jámbor Józsi. Az operatőrt? Nem. Ő a rendezője ennek a... Az a színházi főnököd volt. Igen, Jámbor de ő Józsi. Ismerte. Kiderült, hogy én is ismertem annak idején a Ferit, csak akkor pár kilóval még soványabb volt a Csokonai Színházból. Igen, és igen, akkor igen. Egy, már így beugrott, hogy akkor egy csinos fiatal ember volt a 90-es évek elején. Most is rendkívül jó képű, és teljesen babar. És akkor így. Gyakorlatilag. Így kezdtük el a közös működést, és tehát nem bántam meg. Maga, a valós életben sose voltál vízóra leolvasó. Nem, de jól csinálom, mert azóta már láttam vízóra, ugyanilyen cuccokba járkálnak is. Igen, nem neked a szigorú tekinteted volt a legmegkapóbb. Néhány éve ebbe a kockás füzetbe dokumentálok mindent, és számítógépre viszem az adatokat. Én nem tudom, mi tört fel a földből a robbanáskor, de valami ördöngös dolog, az biztos. Mindig megkérdeztem, hogy Ferikén van forgatókönyv? Mondta, van. Nem, hol van? Mondta, hogy itt. Mondtam, hogy rendben van. Hát a Jámbor Józsi mondtam, mindig őt kérdezem meg, hogy hát semmi gond, hát Fellini meg Jancsó is forgatókönyv nélkül. Hát itt volt fejben. Igen. Mondtam, hát akkor rendben van, megnyugodtam. Kérdeztem a Ferit, hogy milyen ez a bízóra leolvasó. És annyit mondott, hogy olyan, mint te. Hát, akkor jó. Hát akkor rendben és van. És akkor nem kellett nagyon átalakulnod. Nem. De hát ahogy felvettem ezt a vízórás ruhát, meg ezt a botot, meg a... Az már hozta a filmet. Hozta, meg a narancssárga bicikli. Hát szenzáció. Igen. Ferikém, néhányan ülnek itt a stábból. Kérlek, hogy mutasd be őket. Ott van valahol egy kézi mikrofonunk. Induljunk a bal szélről, jó? Marci, Bércesi Marci, ő robbantotta fel a gázkutat. Na de mondjál róla, vagy te, Laci, te mondj egy pár mondatot, hogy... Neked milyen affinitásod van a robbantáshoz, a gázhoz? A robbantáshoz semmilyen, de egyébként én tényleg a gáziparban dolgozok, majdnem ilyen beosztásban, mint ami a filmben, aha, filmben szerepel. Ez a története röviden annyi volt, hogy ugye mi baráti társaságban egy társaság vagyunk, és mi tudtuk, hogy forog a film, tehát hogy készítik Ferék ezt a filmet, és egy napon a Feri felhívott, hogy lenne egy ilyen gáz robbanásos epizód a filmbe, és segítsek ebben neki, hogy díszletnek, hogy tudnék-e valami olyan helyszínt, ahol ezt le lehetne forgatni. Nekem lett is azonnal egy ötletem, hogy szerintem ezt hol lehetne felvenni. Kimentünk. Ami egy ilyen gázátadó? Egy gázkútnál volt, ahol van egy kis felszíni szerelvény, egy kis felszíni technológia is, ahol én korábban már dolgoztam, kimentünk a helyszínre, megnéztük, akkor a Ferinek ez rögtön tetszett, hogy ilyenre gondolt, és akkor utána, ahogy beszélgettünk, közben kibökte, hogy szeretné, hogyha én lennék itt az egyik gázkútkezelő tulajdonképpen. Amúgy elmondanám neked, hogy ez nem gázszag. A TSB hordják a ganét, ez annak a szaga. Apám mindig mondta, fiam, ez nem szarszag, ez az új kenyér illata. Hogyne. Anya. Ezt az egészet úgy fogtam fel, mint egy abszolút képzetlen, tehát én nem tanultam színészetet, nem is foglalkoztam soha ilyesmivel. Én ezt az egészet úgy fogtam fel, mint egy zicsert,
hiszen egy ilyen átlag embernek az életébe mikor jön szembe egy lehetőség, hogy egy igazi filmbe szerepel. De nagyon autentikusan pattintottátok föl a sört, és kentétek a sert, igen, és megkrémet. Nem volt ott semmi baj. Vannak rutinos dolgok ebben, amik ugye... Amikor ugye magatokat kellett hozni. Így van, és főleg ez volt a lényeg benne, hogy tulajdonképpen nem kellett magunkat megváltoztatni, megjátszani valamit, hanem tulajdonképpen saját magunkat játszottuk el. Igaz van? Mielőtt tovább mennénk, vannak részleteink a filmből, nézzünk meg most valamennyit, jó? Hát itt történt a hatalmas gázrobbanás. Azóta alakult ki az erdőkarék közepén ez a tengerszem. Állítólag feneketlen. Sok idős embernek begyesen az a véleménye, hogy azóta vannak furcsa átváltozások a helybéli emberek és állatok viselkedésében. Amióta megtörtént ez a gázrobbanás, valami furcsa anyag került a levegőbe a földbugyrából. És hogy még történnek? Hát mondok néhány furcsa dolgot. Itt van például Imre, a falu autószerelőjére. Imrére fáradt olajom lött néhány éve Skoda váltójából. Azóta trombitál. Laci bácsi és Irénke néni 1964-ben egy párnapos bütykös ludat kapott ajándékba. A luda azóta is él, bár egy kicsit asztmás. És reumás. Na hát köszönjük szépen, nagyon pazar. Szomszédod, ugye a Suttogó, aki jelenleg is egy ilyen erősen western figurát öltött magára. Mesélj, kérlek szépen, van-e valós affinitásod a tehenekhez, ugye, mert hát Bimbó, az elkóborolt Bimbó megfékezése az a tenebethez főződik. Igen, hát én vagyok a tehenekkel Suttogó. Igazából annyi közöm van az állatokhoz, hogy én Hortobágyon élek, és én a lovakkal szoktam suttogni néha-néha, igazából gyerekkoromban. Tehát amikor megkeresett Feri, akkor meglepetés volt számomra, hogy most ezt hogy is gondolta, hogy ez a karakter most, vagy az én személyem hogy illik ebbe a karakterbe. Hát mi elmondhatom, egy zenekar énekese vagyok, a Kromerti, és ő a koncertünkön látott meg engemet, és azt mondta, hogy oda kell ez a dal, ami benne van. Amit el is nyomsz a filmben. Igen, ott el is nyomjuk. Tőled megszokott magas színvonalon. És nagyon nehéz volt egyébként, mert 5 nagy lemez után a szövegeket így vágom, de ez a szöveg, ez nagyon durva volt. Nekem napokba telett, mire ezt megtanultam, ezt az egy... Miért ezt kiírta? Ez a Feri választotta valahonnét, vagy? Ez egy közös gondolat volt, és igazából összhangba kellett lenni a természettel is, és a filmnek a mondandója az volt ezen a részen, hogy tudja kommunikálni a tehénnel, és hát ez az egy mondat, hogy mú. Kemény volt megtanulni. Ja, ha Bimbót lelővi a vadász, ugye? Remélem. A rendőr. Rendőr, igen, igen. És aztán van neki egy csodálatos síremléke, amin most már Nagy Begyesnek az egyik nevezetessége meg lehet tekinteni. Menjünk tovább a Pálinkák atyához, igen. Én vagyok a film producere, rendezőasszisztense. Én tartottam a mikrofonálványt a forgatásokon, illetve van egy nyúlfartnyi szerepem, amikor a két indián kisfiú az autót megtámadja a mackósajta, akkor én vezettem a nagát.
Hát kérlek szépen, egy emlékezetes villanás volt. Azt tudom, hogy nagy pálinka főző vagy, a birsalmát darabonként szeded le, dédelgeted, törlöd, rohasztod, cefrésíted, majd kifőzöd. Egyébként mivel foglalkozol? Én vízügyi szakember vagyok. Víz, de hát az mit jelent? Az lehet révész is, meg... A nyugati főcsatornának én vagyok a vezetője. Ez nagyon jó, mert megyünk oda vizitúrára. Menjünk tovább. Hát nekem egy érdekes szerepem volt ebben a filmben. Egy dalt énekelek a végén. A Feri barátom egy alkalommal bejött az üzletünkbe, és azt mondta, hogy Ferikém, mit hallottam én ottan? Ezt, hadd hallgassuk meg még egyszer ezt a dalt. Meghallgatta, és azt mondta, hogy ez a dal az én filmemhez van kitalálva. Szerintem akkor még a filmnek sehol se járt a forgatókönyve. Ez a dal nekem kell. De hát, mint kiderült, a film végére se lett forgatókönyv. Ja, de hát az nem baj. Mindegy, a lényeg az, hogy a végén csak elénekelem én ezt a dalt valahogy. Igaz, hogy a betűk már mennek lefele. Aha, felfele, de két sort dúdoljál. Most? Hát be, majd hol, be. Persze. Hát úgy szól, hogy az élet bohócai, csak mi vagyunk, akkor is tudunk nevetni, ha sírni akarunk. Szóval nagyon rá lehetett húzni erre a filmet. Igen, igen, nagyon szép. És bement az üzletbe, az milyen üzletet jelent? Hát tüzépes vagyok, egy 120-80-as raklapon. Ott énekelted, jó van. Én is szerepelek a filmben, a producer, egyik producernek vagyok a felesége, és a baráti körnek a tagja. Én voltam az a hivatalnok, aki nem akarta, hogy az utcákat átnevezzék, és mindenféle jogszabályt találtam, hogy... Ja, az jó, igen. Igen, mert a Rózsa úr, ja, hát az nagyon utca. Nagy, hát ezt tessék elmesélni. Hogy volt egy eredetleg Rózsa Ferenc utca, Rózsa ugye? Rózsa Ferenc utca, igen, így hívták az egy utcát. Egy munkásmozgalmi hős. Igen, és akkor, amikor át kellett ezeket az utcaneveket változtatni, modern utcanevek ki, akkor ugye arról szól, vagy az történik a filmben, hogy a lakók ott lobbiznak, és Rózsa Györgyről szeretnék elnevezni az utcát. És egyébként ott is van egy fotó Rózsa Gyuriról, ez egy kellék a filmből, ott az asztalon. Mutassátok meg, aha. Igen, és én vagyok az a... Egészen csodálatos. Te és a Rózsa Gyurival meddig jutottatok, Feri? Hát háromszor tudtam vele beszélni, de az volt a baj, hogy a pandémia miatt is félt a forgatástól, illetve pont volt egy baleset, elcsúszott a járdán. Meg szerintem lehet, hogy volt benne az is, hogy azt mondta, hogy úristen, kik ezek, mert azért ő már egy név mindenképpen a televíziózás világában, mi meg csak gondoltunk, hogy egyet, hogy csinálunk egy filmet. Igen, 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 igen. Nagyon jó, és te a valóságban mit csinálsz? Teljesen más. Teljesen más, köszönjük, ez egy értékes, informatív válasz volt. Mi az a teljesen más? Egy nagy áramszolgáltató vállalatnál dolgozom. Na, ez rendben van, igen. Kérem szépen, van-e még valaki, akit Feriképp bemutatnál? Igen. Hidvégi Zoli, barátom, ő fele. Elmondja. Technikai háttér, a grafikákat csináltam, ezeket a táblákat. Aha, aha. Na gyere ide, és akkor mutasd meg ezeket. Tehát ugye ez egy általad gyártott rendszám. Volt egy 80-as években játszódó jelenet. Igen. Ez egy román rendőrautónak a rendszámtáblája. Ó, teljesen. És ezt honnan, tehát ezt interneten megnéztétek, hogy néz ki egy, képet, hogy néz igen. ki egy román rendőrautó. Igen, de még ez a pici bélyegző is. Ami a miért kellett román rendőrautó rendszám? Hát ez a történetből adódott. De az most melyik epizód? Volt egy, ez valóban megtörtént, tudom személyesen, de akivel megtörtént, annak már az unokája is szégyelli. Hogy volt Bihar keresztezve egy TS, és a traktoros úgy berúgott, hogy részegen átszántott Romániában, és egy tyúkolba akadt el, ahol aludt reggelig, és a szekuritátus az ottani rendőrség hozta vissza, és hát a legnagyobb problémánk az volt, hogy kerítsünk egy Dacia-t, mert ugye régen
Nekem is volt Dacia-m, de azt gondoltam, nem olyan nagy probléma még egy Dacia-t találni, nem találtam. Nem találtatok. Hát egészen... De aztán végül találtatok és átfóliáztátok, de csak az egyik felén, igen. Ugye? Hát Zolival nekiálltunk fóliázni, találtunk egy Dacia-t, becsengettem, véletlenül egy hétvégi nyaraló övezetben találtam, és mondtam neki, hogy ki vagyok, és filmet forgatunk, és kellene egy Dacia. És úgy nézett rám furcsán, de annyira hülyének hangzott a szituáció, hogy azt mondta, rendben. Igen, és igen. Lényeg az, hogy... Nem is volt ideje annyira földolgozni. Lényeg az, hogy vettünk kék szalagot, szereztünk, Zoli megcsinálta a rendszámot. Na Zolikám, akkor ezekről a táblákról mit lehet tudni? Vigyázz, aknazár, hát ez teljesen eredetinek tűnik. Ez ugyanabban a jelenetben volt. Tehát amikor átszántott Romániába a traktoros, ott ki volt éve ez a tábla, igen, ez a... Lehet, hogy nem volt már aknazár 82-ben, nem tudom, hogy Románia felé nem igen. Nem volt, aki Haradi Szidályon 1000 év óta, tehát aknazár nem volt. Nem volt rá példa, igen. Na és akkor ezt a fagyit is te csináltad, negyed osztály? Ez 72-ben játszódó jelenet. Igen. Volt egy fagyizó, az előbb lehetett látni ott egy kép. Igen, igen. Oda készült. És azt is, festettél. A pénzbedobó, ami régen... Arra én emlékszem, igen, a lágyfagyisnál kellett ilyet bedobni. És az a szép ebben az egészben, hogy tudtam, hogy létezik ilyen, nem az interneten nem találtuk meg. Igen. Ezért memóriából csináltunk. Apám a vagongyárba dolgozott, és egy alumínium ételhordóból. Ó, gyönyörű zöldre le van fújva. Beledobjuk a bélást. Igen. Szemrevételezzük, hogy elég a töltség. Igen, a fagy, és akkor ugyanúgy. És kész, és jött a fagy. Igen, igen. Hát ez egészen csodálatos. És mi ez a gép? Igen. Tehát bátorságunk volt, ezzel pótoltuk azt, hogy nincs pénzünk, és nincs tapasztalatunk. Tudtuk, hogy azokat a felvételeket, ami stúdióba készítettünk, egy zenei betéteket, ahhoz kell egy valamilyen zenei doboz, amit a helyszínen ugye után szinkronizáljuk, tehát a stúdióba felvett zenére tátog majd a színész. Igen. Vagy az énekes. És megnéztem az interneten, 180 ezer forint egy ilyen jó nevű zenedoboz, és akkor gondoltam, hogy én ezt kihozom. Tehát ez kvázi egy magnó is? Nem, ezt én bementem a... Azt én tudom, de az eredeti az egy magnó is? Igen, tehát felveszi a hangot, tud, és utána lejátsza. MP4 lejátszó, minden. Igen, tud. Igen, vágod a témát. És az a lényeg, hogy nem volt rá pénzünk, ezért vettem szennyvíz csatornacsöveket, és ez abból van összerakva. A fogója pedig egy zuhanyzó fogó, egy zuhanyzóban van egy fogó, és mivel ugye szennyvíz csövekből van összerakva, ezért Zoli csinált rá egy matricát, hogy ez egy buddy box. Na jó, és de ez nem szól, tehát ennek... Ez rohadt jó szól. Jó szól, de mitől? Hát van benne egy 20 kilós akkumulátor, tehát a szél se fújja el. Na de mi adta a hangot? Hát van benne egy fejegység, ott van benne egy fejegység, és gyakorlatilag két hangszóró, és beépített akkumulátor van benne. Tehát de mi adja a hangot? Hangszórók. Nem. USB? USB. Pendrive-ból. Ezzel kezdjed, hát persze, hát de nagyon, nagyon köpec, nagyon köpec, és eléggé belemerültél a részletekbe. Na itt látunk valami különleges figurát. Hát ezt, ha lehet, be is üzemelem. Ha kell, hanem mindenképpen légy szíves. Volt egy jelenet, ami ugye a rózsaügy lezárásaképpen én arra gondoltam, hogy ez a madár billeg, és akkor a vámos és zárainak van egy olyan száma, hogy kacsatánc. És ez szépen billeg, és akkor a végszóra ez a madár belefittyen. Nem tudom, majd megpróbálom ide előre rakni. Hogy látszódjon. Az igen, mert ez az én bizony egyébként. Be kell nedvesíteni a száját. És akkor amíg bele nem fittyed, addig mesélek. Mi akartuk... De mi az, hogy belefittyed? Majd szépen inni fog, egy szomjas madár úgy. Ja, értem. Ez a Magyarország utolsó szomjas madara, mert a... Hát ez tébolyító. A Csodák palotájából én kaptam 3 darab kínai után gyártott ilyen szomjas kacsát, de nem akar inni. És Varga Attila barátom, aki utolsó interjút csinált a Harabállal, ő volt megbízva, hogy Budapesten járja az antikvitásokat és szerezzen egy ilyen szomjas kacsát. És 2 év kutatás után tudott keríteni egy ilyen szomjas kacsát, és ez viszont működik.
A lényeg az, hogy végül is szerettük volna megvenni 20 másodpercet a Zárai Vámosi felvételből, mivel nekik nem volt gyermekük, ezért az összes jog a magyar államra szállt, és 6 hónap komoly levelezés után kaptunk egy visszaigazolást, hogy 300.000 forintért adnának nekünk 10 másodpercet, és egy kicsit sokaltuk. Ezért kitaláltuk azt, hogy pontosabban rájöttünk, hogy ez az eredeti szám, ez egy német zeneszerző, aki Svájcban él. Ez a ta-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 ta. És írtunk neki egy levelet, ő Zoli intézte a levelezést, és ő átküldött minket Los Angelesbe, hogy a filmjogok... Most szégyenbe hoz. Így áll. Átküldtek minket Los Angelesbe, hétfőn, beküldtek egy papírt, pontosabban szerdán válaszoltak, hogy elnézést, hogy ilyen soká válaszoltak, 2 nap. Igen. És bekérték a papírokat, és látták, hogy ez egy ilyen közhasznú dolog és non-profit, és mondták, hogy $200 megadják a jogokat ennek a zenei felvételnek a lejátszását, de csak sajnos 1 évre. Igen. És pont a pandémia közepén voltunk, és nem vállaltuk be, és kiváló zeneszerzőnk Németh Attila, aki nincs itt, viszont nagyon jó zeneszerző, akinek ő nem is látott semmit a filmből, csak odaadtuk neki a nyersanyagot, és mondtam, hogy figyelj, legyen népzenei, meg rakjál hozzá a Deep Forestet. Keverd össze, és ilyen zene legyen. Nagyon jó a zene egyébként. És mondtam neki, figyelj Attila, az a baj, nem tudjuk megfizetni a kacsatáncot. Írj egy kacsatáncot, ami nem is kacsatánc. És írt egy kacsatáncot, és hogyha hallgatjuk a filmbe, az te inni fog. És ha... Tehát hallgatjuk a filmet, akkor teljesen kacsatánc jellegű. Egyébként ez egy Perpétió mobile. Hát nyilván. Igen. Nyilván. Bravo! Hát gyerekek, ez óriási. Csak szüksége lehet. Jó volt itt felcsöperedni. Most nem tudtuk elmesélni, hogy mi minden voltál és mi mindent csináltál. A legenyhébb, hogy kacsintós pénztárcát forgalmaztál Kiszel Tünde fotójával, és hát nagy elvárásaid voltak ezzel kapcsolatban, hát ez mondjuk itt csak részben jött be, de írói vénát sem pihen, mert Budi kalendárium címen kiadtál egy újabb opuszt, aminek az egyik lényeges eleme, hogy föl lehet akasztani, tehát csak is kizárólag a mellékhelyiségben érdemes olvasni, mondj erről valamit. Igen, tehát észrevettem, hogy az én gyermekeim még a WC-n is viszik a mobiltelefont, és ez ilyen általános dolog. És igen. Arra gondoltam, hogy én ezt felveszem a kesztyűt, és megpróbálok küzdeni ellene. Ezért írtam egy olyan budi kalendáriumot, amit ki kell függeszteni a WC-papír mellé, és pisilésre, hasmenésre rövid novellák vannak benne, hosszabb szorulásos dolgokra pedig hosszabb novellák, és a keresztrejtvények, illetve a teljes belbecs, illetve Hidvégi Zoli barátom grafikája is, csak e körül a perisztaltikus téma körül mozog. És az volt az egészben a legszebb, hogy annyira rossz poénnak találtam, hogy Vég Béla néven írtam ezt a könyvet. És ez a Vég Béla, ez egy létező nyírbátori WC-szippantós, aki a tátrájának a kulcsát leakasztotta, mert a közművesítés kicsinálta, mert már mindent bevezették a csatornát, és nem kell szippantani igen. WC-t, és hogy valami nyomot hagyjon a nyomorúságos élete után az emberiség, ezért írta meg ezt a kalendáriumot. És bementem a debreceni bevásárlóközpont igazgatójához, és mondtam neki, hogy hajtony, délután kellene 3-kor nekem a WC. Minek kell neked a WC?
ott lenne a sajtótájékoztató. És ott volt 40 újságíró a WC-be, a barátom megzenésített verset olvasott fel a WC papírról, és jött egy bácsi egy cekkerrel, egy ilyen cekkerrel, beállt a sor végére, és nem tudom mi van, de jó hosszú sor van most. Hát gyerekek, nagyon szépen köszönöm! Örülök, hogy eljöttetek! További munkasikereket kívánok! Szevasztok! Köszönjük szépen! Szevasztok! Neked ezt is szeretem! Ó, nagyon kedves! Jó nap néz ki! Mindenkinek köszönöm szépen, hogy eljött!